Mindennapi hangok és mozdulatok a nyári melegben elindulás előtt. Amíg nem érzünk kellemetlen szagot, talán eszünkbe sem jut, hogy egy klíma vagy csupán az autó szellőző rendszere mennyi egészségre káros kórokozót juttathat az autó légterébe. Ugyanúgy, ahogy fontos az autónak a belső takarítása, tisztítása, egy szőnyegnek a tisztítása, egy kápi tisztítása, ugye az autókat kívülről, belülről tisztán szeretnénk tartani, ugyanúgy az autó klímarendszerének, a légutaknak is a tisztán tartása is fontos. Ugye ez az egészség megőrzés szempontjából nagyon jelentős. Ezért szoktuk ajánlani ügyfeleinknek azt, hogy évente legalább kétszer, ősszel, tavasszal egy klímarendszer tisztítást csináljanak, pollen szűrővel, utastéri szűrővel hegybe kötve. Ez már egy használt és egy teljesen új pollen szűrő, és jól mutatja, hogy miért fontos az, hogy egy ilyen alkatrész idejében ki legyen cserélve. Egyik szempont az, hogy az egészség megőrzés, ezeknek a klímarendszernek a tisztítása, a másik pedig a gyártói garanciának a megtartása. Tehát a gyártó előírja bizonyos időközönként a karbantartásokkor az utastéri levegőszűrő cseréjét. Ezeknek az utastéri levegőszűrőknek a cseréje típustól, kategóriától függően 6-8 ezer forinttól, akár 40-50 ezer forintig is terjedhet, hogy az utastéri szűrő, a pollen szűrőről beszélünk. A klímatisztítás nem sok időt vesz igénybe, ezért nem kell napokig nélkülöznünk az autót, és viszonylag hamar kapunk időpontot a márkaszervizekben is. A szakember elmondta, többféle opcióból választhatunk a tisztítást illetően. Klímatisztító berendezések nagyon sokféle van. Általában a köztudatban az ózonos klímaberendezés tisztító gépek terjedtek el egyszerűségük és karbantartásuk miatt. Az áruk az egy 6-8-10 forint, de akár az is 20 ezer forintig is terjedhet, attól függ, hogy milyen típusú berendezésekről beszélünk, hogy van ózonos berendezés, vagy ózonos kombinált, valami illatanyaggal kombinált berendezés, vagy vannak patronos megoldások, vagy vannak elparalogtatós megoldások. Ez mindenkinek saját igénye szerint melyik vált be neki. A nem helyesen és rendszeresen karbantartott légkondicionálók a következő betegségek kialakulásához járulhatnak hozzá. Túlérzékenység okozta tüdőgyulladás, asztma, allergia, egész szervezetet érintő gombafertőzés vagy gyulladásos megbetegedések.